Emlékeztek, ezt is két évenként biztos, hogy el szoktam mondani, minden kommunikációnak van három szintje. Jó, ezt akkor most még egyszer elmondom. Elmondom, mert ez annyira jól használható, én akár mennyit tanulok a kommunikációról, hát nem sokat, de amennyit ilyen, ezt a modellt nagyon tudom használni. Tehát a kommunikáció három szintje. Egy, informatív szint. A klasszikus példámra biztos emlékeztek. Ki az, aki emlékszik a klasszikus példámra? Este várja a feleség haza a férjét. A férj 11 óra 27 perckor érkezik meg. Pontosan akkor. És mikor belép a hálószobába a férj, ahol a feleség fekszik az ágyban, akkor a feleség ezt a kérdést teszi föl, hány óra van? Ennek a kérdésnek van egy informatív szintje. És ha a férfi 11 óra 27 perckor, jól emlékszem az órára? Jó? Tehát 11 óra 27 perckor teljesen érzelmeket nem tükröző arc kifejezéssel azt mondja. 11 óra 27 van, drágám. Akkor a nevetésetekből már is érzékeljük, hogy valamit érzékelt és valamit nem. Kétség kívül a kommunikációnak az információs dimenziójában leleckedik. Lehet, hogy ő szívesen megmaradna ott. A legkevésbé gondoljuk azonban, hogy a feleség szeretne ott tartózkodni. Ezért nem valószínű, hogy miközben a kommunikációjának van egy informatív dimenziója és szintje, valójában arra kíváncsi, hogy mennyi az idő. Érdekes módon mégis ezt kérdezi. Az életünkben rengeteg ilyen nagyon-nagyon egyszerű kérdés hangzik el, és a legegyszerűbb és mindenféle kommunikációban is megvan a három dimenzió informatív szint. Férfiak ezt nagyon szeretik. És akkor a feleség azt mondja, hogy még van képed ilyen pofátlannak lenni? Most, hogyha ezt egy számítógépnek kéne elemeznie, nehéz bajba lenne. Tehát a kérdés így szól, hány óra van? Válasz, 11:27. Pontos a válasz. Következő beszédfordulat, van képed ilyen pofátlannak lenni? Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni, ha csak az informatív szinten gondoljuk azt, hogy a kommunikáció zajlik. Tehát pontosan tudjuk, hogy érzelmi szinten is zajlik. Azt szoktam játszani csoportokba, ahol tanuljuk ezt a modellt, hogy ki kell állni, és különböző érzelmi tónusokkal kell kérdezni. És hogy most nagyon érdekes, tesztelhetitek magatokat. Milyen érzelem jut legelőször eszetekbe? Milyen érzéssel vagy érzelemmel kérdez a feleség? Szemrehányóan, dühösen. Na, számon kérően, igen. Ugyanez a tapasztalatom, ami most megtörtént, hogy rögtön a negatív érzések jutnak eszünkbe. Nem tudtok egy olyan feleséget elképzelni, aki szereti a férjét? Most ez ennyire nehéz, drágáim? Persze, ezzel még szeretheti. Így van, szeretheti. De persze. De nem elképzelhető az, csak játszok ezzel. Hogy a férfi megígérte, hogy 10-re jön. Nem véletlen tehát a kérdés, hogy hány óra van. És a feleség, aki nagyon szereti a férjét, aggódik, hogy kicsinálják a multinál. És mikor a férfi belép a hálószobába, ő már csurog az együttérzéstől. És legszívesebben a következő pillanatában fölpattanna le a paplan, és hiába a hideg, a betörő hideg rekord, mit neki? Már is omlik a férje nyakába, hogy de jó, hogy itt vagy. Hát már másfél órája szeretném az illatodat érezni. Na, hát nem jobb. Rögtön harag, számonkérés. Az élettapasztalat megfojt benneteket. Szóval mind a négy alapérzéssel föl tudjuk tenni ezt a kérdést. Örömmel is. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Jaj, de jó. Örömmel. Félelemmel, hogy hány óra van, mi történhetett veled, hiszen megígérted, és nem jöttél. Félelem, aggodalom. De haraggal is, ezt mondtátok, hány óra van? Azt mondd meg! És azután szomorúan is,
Ugye, amikor ez 127-szer játszódik le, azt mondja, 10-re jövök, de ha nem telefonálok. 11-27, nincs telefon, nincs SMS, nincs e-mail, semmi sincs. És akkor egy ilyen szomorú csalódottság, most hány óra van? Most akkor hány óra van? De hát felesleges is kérdezni, tudom, hogy hány óra van. Na, a kommunikáció második szintje az érzelmi szint, és azt is kommunikáljuk, hát nem csak az informatív szinten közlünk valamit, hanem érzelmeket is kommunikálunk, egész nyilvánvaló, mindig és folyamatosan érzelmeket is kommunikálunk. Közömlöm veled, hogy szomorú vagyok, de ezt nem mondom, hogy szomorú vagyok, hanem azt mondom, hogy hány óra van. De érzelmet is kommunikálok. De a kommunikációnak van egy harmadik szintje, és bizonyos szempontból ez a legfinomabb, legszebb, nyilván nem kell ezt a hármat egymással szemben kijátszani, ez pedig a kapcsolati szint. Tehát most kifejezem azt, hogy haragszom rád, de kapcsolati szinten kifejezem a bizonytalanságomat. Nem tudom, hogy mi lesz, hogyha ez így fog tovább folytatódni. Mi lesz akkor velünk? Vagy kifejezem azt, hogy most már úgy látom, nagyon erőteljesen kell neked jelzéseket adni, mert nem értesz meg engem. Nem érzékeled nekem, mennyire rossz, ha te késel, és nem küldesz SMS-t. És hogy azt üzenem neked kapcsolati szinten a haragommal, amit egy kérdés formájában, meg mindjárt a testtartás, nem tudom, gesztusaimmal fejezek ki, hogy nagyon rossz irányba ment a kapcsolatunk, hogyha te ennyire nem érzékelsz engem. Ez a kapcsolati szint. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy egy házasságban érzelmi összetartozás a mai kapcsolatok egyik döntő alapja, és nem csak az elköteleződés és a hűség, akkor például készség szinten kellene járatosnak lennünk a kommunikáció három dimenziójában. Készség szinten. Ezt már is elkezdhetjük gyakorolni. Van rá 60-70 évünk. Nekem már nem, milyen jó nekem. Folyamatosan, informatív szint, de mi volt az érzelmi közlés, és mi volt a kapcsolati közlés. Ha semmi más nem teszünk, csak elkezdünk ezen játszani, ötletelni. Mit üzent érzelmileg, mit üzent kapcsolatilag, mit üzent mit kapcsolatilag. Ó, csodák tudnak történni bedöglött kommunikációval akkor, hogyha mi érzelmi szinten reagálni tudunk. Tehát nem azt válaszolja a férfi, hogy 11 óra 27, hanem, hogy de sajnálom, hogy ennyire földühítettelek. Vagy de sajnálom, hogy ennyire dühös lettél. Vagy de bánt engem, hogy ilyen szomorúnak látlak. Ez egy érzelmi válasz. De hogyha oda megy és megpuszíja, és a felesége engedi, és azt mondja, hogy tudod, hogy nem ellenedre késtem. Nem ellenedre késtem. Nem akartam rosszat nekünk. És akkor utána bele tud kezdeni. Akkor kapcsolati szinten reagált és kommunikált valamit. Nyilván a kapcsolati szinten való kommunikáció és reakció, az nagyon erőteljes érzéseket és érzelmeket vált ki. Szónak jó értelmében nagyon-nagyon kapcsolatot erősítő tud lenni. Nyilván, hogyha az pozitív, hát lehet negatív is.